Szóval a csúcsról a gödörbe, majd onnan vissza. Ez lesz a mai videónak a témája. Sziasztok, én Szűcs Tamás vagyok, a gondolkodó. Szóval a mai videómat úgy inspiráltam össze magamnak, szép mondok, ugye, hogy olvastam egy híresebb embert, aki igazából állandóan a csúcson van, írt egy nagyon, nem egy, hanem egy sorozat nagyon jó könyvet, becsúszott a gödörbe, és újra tápászkodik ki. Ez a gödörbe csúszása többször is sikerült neki. Ez a legutolsó, ez most történt az elmúlt években, nem volt túl, vagy, bocsánat, 2008-ban, nem volt túl publikált, sőt, mi több, ő egy hanggal nem állította, a felesége rántotta le róla a lepret. A olvasottabbak, meg esetleg akik kicsit többet foglalkoznak a pénzügyel, illetve az üzleti gondolkodással, ők rájöhettek, hogy itt ki az, akiről van szó. Elég híres, illetve hát egyben megosztó személyiség is. Sokan kitalációnak, illetve mesének tartják azt, amit ő leírt, hogy hogy történt a meggazdagodása, hogy csinált belőle üzletet. Én azt mondom, hogy teljesen mindegy, ha egy ember is komolyan veszi, és ez alapján kezd el gondolkodni, illetve befektetéseket hozni, akkor már megérte, még ha füllentett is, vagy ferdített, esetleg megmásított történelmi, illetve a saját történelmi múltjának részleteit, és egynél én többet tudok, akinek ezt megváltoztatom, mert például én biztosan így vagyok, ő volt az első szikra, aki a gondolkodásomat megváltoztatta, oda térjek is vissza ugye az eredeti témámra. Tehát nagyon sokan vannak, akik csinálnak egy vállalkozást, egy üzleti vonalat, feljutnak a csúcsra, akármi történik, rossz gazdálkodás, nagyon sokszor a válások, több esetben egy gazdasági cselekmény, egy politikai változás, vagy bárminek a nyomán, valójában egyszer csak a mélybe zuhannak, és a legtöbb ember, az átlag ember, főleg az alkalmazotti gondolkodásúak, gyakorlatilag ilyenkor annyira borúsan látják a jövőt, hogy sehogy se. Nagyon, tehát ilyenkor jön azt szerintem el, amikor valaki esetleg öngyilkos lesz, vagy olyan mély depresszió, családok mennek erre rá, nyilván válások, esetleg bármi egyéb csúnya dolog, nem is sorolnám felfeleslegesen, míg a vállalkozó gondolkodású ember, aki valójában rájött arra, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez létrejöjjön, az a csúcs, az újra és újra fel fog tudni jutni. Azt hiszem, Gattyán Györgynek volt az a mondása, hogy el lehet venni mindenét, ő akkor is valamennyi időn belül újra gazdag lesz, még ha nem is ennyire gazdag, vagy nem is ennyi ekkora vagyont tudna összerakni, de biztos benne, hogy valamilyen komolyabb vagyont sikerül neki. Ez azt hiszem nem is vita kérdés, aki ezt vitatja, az valójában semmit nem tud. Tehát az úgy tud milliókat csinálni, hogy előtte milliárdjai voltak, ez is egy nagyon jó mondás, de igaz is. Tehát azt kell róla tudni, hogy az egyetlen dolog, amit nem lehet elvenni egy embert, az a tudása. Tudást azt hiszem nagyon sok módon lehet megszerezni, lehet tapasztalatokkal, lehet tanulással, képzéssel, önképzéssel, olvasással nyilván, akár egy olyan könyvet is, mint amilyen nekem készül most, akár egy olyan csoportba részt venni, amilyet szeretném csinálni hamarosan, egy gondolkodókört, és ez a tudás, ezt valójában tőled nem tudja elvenni senki. Kophat, felejthetsz belőle, de mihelyt ott van a helyzet, amire rá tudod húzni azt a klisét, valószínű, legalábbis én azt gondolom, magamból indulva ki, azonnal beugrik. Évtizedek óta nem halott történetek képesek előugrani a semmiből egy-egy szikra által. Ugyanez igaz lehet, gondolom én, másnál is. Köszönöm, hogy magadra szántál ezt a kis időt, illetve a képzésédre. Azt is köszönöm, hogy lájkolni fogod, ha tetszik a videó. Feliratkoztál már csatornámra, azt utólag köszönöm meg. Ha ezen túl fogsz, akkor arra megkérlek. A csengetyűt benyomod, akkor minden videómat fogod látni, illetve értesítést fogsz róla kapni. Ezen kívül tudsz írni a komment szekcióba, tetszik, nem tetszik, ez a véleményed, az a véleményed, ezt kérdeznél tőlem, azt kérdeznél tőlem, ezt mind ott tudod megtenni. Még egyszer köszönöm, hogy végignéztél, sziasztok!